Ismét köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A zsidókhoz írt levél 4. rész 16. versével. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ismét rendeltél egy olyan napot, amelyben rád tekinthetünk, és téged hallhatunk. Köszönjük, hogy hívó szavadra válaszolhattunk, és megjelenhettünk most előtted. Urunk, most véres harc dúl nem csak kint a világban, hanem a lelkünkben is, a bűn és a sátán ellen, önmagunk romlott természete ellen. Köszönjük szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél a mennyből hozzánk a földre, hogy sebeinket bekötözze, hogy a vakoknak a szemük megnyílását, a foglyoknak szabadulást, és a szegényeknek az örömhírt hirdesse. Ő a mi reménységünk. Köszönjük a Golgotai keresztről kiáradó szent tüzet és a ragyogó keresztet. Kérünk igéd szava által, találd meg az utat ma is a szívünkhöz. Szeretnénk szívünket megnyitni előtted, égi királyunk, Jézusunk, ahogy énekeltük. Kérünk, hogy munkálkodj a lelkünkben, hogy be tudjuk igédet fogadni, hogy igazat adjunk neked, és engedelmeskedjünk a te szavadnak, hogy megadjuk magunkat neked, hogy ne ellenkezzünk, ne meneküljünk, és ne lázadjunk ellened. Semmiképpen nem akarunk kemény szívek maradni. Azt szeretnénk, Urunk, hogy termékeny talaj legyen a szívünk, hogy jó gyümölcsöket teremjen az életünk. Kérünk, hogy használd a te igédet lelked ereje által életünkben. Oszlasd el a kételyeket, a félelmeket, adj bizalmat, hitet, békességet, rád bízni teljesen magunkat. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a Nehémiás könyve 2. részének 17. és 18. verséből. Ellenben ezt mondtam nekik, magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek, kezdjük el az építést, és bátran hozzáfogtak a jó munkához. Egy valós történetet szeretnék elmesélni, ami két amerikai barátról szól. Az egyik neve Skinner, és a másik Arthur, akik 1942-ben a II. Világháború idején
A japánok fogságába estek. Két külön fogolytáborba kerültek, de egymásról tudomást szereztek. És az egyik barát, Arthur, hosszú idő után úgy döntött, hogy meglátogatja fogolytársát, Skinnert. Ha bár fogoly volt, de ha az őröket le tudták fizetni, ha adtak neki ékszert vagy pénzt, akkor bármit megtettek a kedvükért a börtönőrök. Arthur, amikor barátjához, Skinnerhez eljutott, ledöbbent, hogy mennyire lesoványodott. Olyan volt, mint egy élő halott. Csontig sovány, és egyszerre négyféle betegségtől szenvedett. Teste, arca annyira eltorzult, hogy Arthur alig ismerte fel a barátját, mintha nem is ő lett volna. Látta, hogy barátjának, Skinnernek sürgős segítségre van szüksége, különben meghal. Tudta, hogy az őröknek, ha adnak aranyat vagy pénzt, akkor megteszik, amit a fogolyt ér. Arthurnak volt egy féltve őrzött és eldugott értékes gyűrűje aranyból, és azt odaadta a barátjának. Skinner elfogadta ezt a gyűrűt, pedig már teljesen lemondott saját magáról. Azok között, a foglyok között volt, akikről már mindenki lemondott. Annyira betegek voltak. Tudták, hogy a biztos halál vár rájuk. Skinner, amikor a gyűrűt a kezébe vette, remény gyúlt a szívébe. Ez a gyűrű, amit a barátja neki átadott, azt üzente számára: nekem sokat érsz, nekem sokat jelentesz, szeretlek téged, érdemes megmenteni téged, hiszem azt, hogy felépülsz, hiszem, hogy meggyógyulsz. A hit gyűrűje volt Skinner számára. A beteg Skinner a barátjától kapott gyűrűt odaadta egy őrnek, aki olyan orvosságokat hozott neki, ami által hetek alatt kigyógyult a betegségeiből. Vitt neki olyan eledelt, ami által testileg is felerősödött. Az a gyűrű, amit Arthur a barátjának, Skinnernek adott, megmentette Skinner életét. Arthur valami olyat tett Skinnerért, amit Isten tett értünk. Isten is Fia Jézus Krisztus által odaadta nekünk a gyűrűjét. Új szövetséget kötött velünk. Megmentett, mert szeretett. Bízott bennünk, mert értékesnek teremtett. Értékesek vagyunk számára. Jézusban lejött értünk a bűn mélységébe, hogy megmentsen, és hogy új szövetséget kössön. Az új szövetség gyűrűjét húzza az újunkra, mert sokat érünk neki. A nagy dolog az, hogy a gyűrűjét azóta sem vette vissza tőlünk. Pedig valljuk be őszintén, lett volna oka rá. Amikor a saját ügyedben foglalatoskodtál, és az ő ügyéről megfeledkeztél, vajon nem vehette volna vissza a gyűrűt? Amikor nem az igazságot, hanem a hazugságokat mondtad, vajon nem vehette volna vissza ezt a gyűrűt? Amikor elfogadtad áldásait, de csak a saját javadra fordítottad, és nem az ő országának építésére. Amikor hagytad, hogy elbűvöljenek a világ fényei, a szerencse, a világ, a véget nem érő éjszaka,
Vajon nem vehette volna vissza ezt a gyűrűt? Amikor hűtlen voltál ő hozzá, de ő továbbra is hű maradt. Nem vehette volna vissza a gyűrűt? Vajon megtette? Megtehette volna. Drága testvérem, még mindig van Bibliád? Még mindig van lelki otthonod, gyülekezeted, közösséged? Még mindig vannak barátaid? Még mindig tudsz imádkozni? Még mindig van munkád, fizetésed, nyugdíjad, családod, testvéreid, terveid? Akkor úgy tűnik, hogy mennyei atyád még mindig nálad akarja hagyni a gyűrűt. Még mindig bízik benned. Még mindig ad újabb esélyt neked. Még nem mondott le rólad. Nem fordult el tőled. Pedig megtehette volna. Emberek már rég megtették volna. De ő nem tette. Isten bízik benned. És a bizalomban nagy erő rejlik. Életet megmentő, életet átformáló erő. Isten most ezzel a bizalommal fordul feléd, hogy azt mondja, a gyűrű azért van még nálad, mert sokat jelentesz nekem. Mert érdemes megmenteni téged. Mert szeretetem, hűségem örök feléd. Örök szeretettel szeretlek, mondja Jeremiás a könyvében. Örök szeretettel szeret az Úr, azért vont magához hűségesen, azért terjesztette ki rád az ő irgalmasságát. Testvéreim, ez az Isten irántunk való bizalma arra tanít bennünket, hogy nekünk is arra kell törekednünk, hogy a keresztény közösségeinket is ez a bizalom hassa át. Ahogyan Isten bízik bennünk, úgy kell nekünk is bíznunk egymásban. Azokban is, akiket már rég ismerünk, és az új ismerősökben is, az új testvérekben is. Mert ez az Istentől jövő bizalom, ha átadjuk egymásnak, életeket ment, életeket formál át teljesen. Úgy, ahogy az Artúr hite, bizalma Skinner iránt megmentette barátja életét. Minket is ez mentett meg. Ez formál, és ez tart életben. Ez az Istentől felénk áradó bizalom ad hitet és lendületet a hétköznapokban, harcaink, küzdelmeink között. Drága testvérem, a mai ige üzeni, hogy van remény. A romokból fel lehet épülni. Mi kellett ehhez? Mi szükséges ehhez? Igénkben azt látjuk, hogy először is az őszinte beismerés. Látnunk kell, hogy nagy a baj. Az ellenség támadásának következtében rommá lett az életünk. Ahogy alapigénkben is olvastuk, hogy az ellenség tönkretett mindent. Lerombolta a falakat, a kapuk pedig tűzben égtek el. De Istennek a jó indulata velünk van. Ez a másik, amire szükségünk van ahhoz, hogy az életünk újjáépüljön. Istennek a segítsége. Isten irántunk való jósága, jó indulata,
amit Jézus Krisztus áldozatában tett nyilvánvalóvá számunkra. Isten úgy segített Nehémiásnak, hogy rendelt mellé embereket, még a király szívét is felindította, hogy támogassa őt abban, hogy hazamenjen Jeruzsálembe, és újjáépítse a várost, hogy új életet kezdhessen népe a szülőföldjén. Emberek, akik együttműködőek voltak, erre van még szükségünk. Társakra, barátokra, támogató emberekre, olyan szívekre, akiknek fontos az Úr ügye, az Úr városának, az Úr templomának az újjáépítése. Emberek, akik Isten részéről a szívükben megszólíthatóak, akik bíznak Urukban és bíznak egymásban. Nehémiás ilyen emberekkel volt körülvéve, és Jeruzsálem falai elkezdtek újjáépülni, közös erővel, közös munkával, közös hittel, Isten segedelmével. A mai ige üzeni számunkra, drága testvérem, hogy van remény újat kezdeni, mint Nehémiásnak és a babiloni fogságban szétszóródott népének. Van remény újat kezdeni, mint Noénak a kicsin családjával az özönvíz után. Van remény azok számára, akik titokban vagy nyilvánosan szexuális bűnök miatt szenvednek. Van remény a gyógyulásra. Van remény a fiataloknak. Van remény a házastársaknak, a családoknak, a barátoknak. Van remény, mert szól az Isten. Van remény, míg hirdettetik az élő ige. Reményt adott tegnap számunkra Hóseás könyvének 14. fejezetének az 5. verse. Kigyógyítom őket a hűtlenségből. Szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Vagy a Jelenések könyve 21. fejezetének 2. verse, ahol Isten azt mondja, íme mindent újjá teszek. Isten Jézus Krisztus által az új teremtésen munkálkodik. Isten újat hoz létre bennünk Krisztus által. Vagy ott van a János evangéliumából jól ismert történet, a samáriai asszony története, aki 5-ször volt férnél, és akivel élt 6-odjára, az nem volt a férje. Elámul, hogy Jézus a szabadulás vizét kínálja számára. És miután ez az asszony meggyógyul, rábízza Jézus Krisztus a szabadulás üzenetét egy szexuális bűnből megváltott emberre, hogy hirdesse. Milyen csodálatos, mekkora bizalom, és milyen erő van ebben a bizalomban. És ez a meggyógyult asszony megy, megállíthatatlanul hirdeti a szabadulás örömhírét. És ezt az örömhírt hallott te is ma, testvérem, hogy Jézus az élő víz. Hozzá gyere, hozzá menjetek emberek. Igen, van remény a gyógyulásra, a szabadulásra, mert én magam is ebből gyógyultam. Testvérem, ne igyál áll többet az önkielégítés, a pornográfia, a homoszexualitás, a házasságon kívüli szerelmi vagy szexuális viszonyok mérgező vizéből, mert ez halálos. Többé ne vegyél részt Sodoma és Gomora szégyenletes bűneiben, mert meghalsz.
A bűn szégyent kelt, és halálba taszít. Édes méreg, de halálos méreg. Azt mondja a példabeszédek könyve, a bölcsesség megment a más asszonyától, a hizelgő szavú idegen nőtől, aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről, mert halálba süllyed a háza, és útja az árnyak közé. Aki bement hozzá, nem tud visszafordulni, és nem talál rá az élet ösvényeire. Vagy egy másik helyen, szintén a példabeszédek könyve mondja, saját bűnei fogják meg a bűnöst, saját vétkei kötözik meg. Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította. A samáriai asszonyhoz hasonlóan hadd mondjam el, hogy én is álltam a tűző napon a kút mellett, szégyennel és félelemmel tele, magányosan és túlságosan büszkén ahhoz, hogy segítséget kérjek. De Jézus Krisztus engem is megtalált. Hadd ébredjünk rá az Úr lelke által arra, hogy aki szexuális bűnökben él, az igazából szomjas. Szeretetre szomjas. Isten szeretetére. Csak rossz helyen keresi. Amikor ezt a szexuális tevékenységek édeskés érzéseiben keresi, nem tudja, hogy az egy édes méreg. Isten szent lelke viszont meg tudja mutatni az utat az élő vízhez. Fel tudja nyitni a szemünket, hogy meglássuk, hogy mi az, ami méreg, és mi az, ami orvosság. Mi az, ami mérgező víz, és mi az, ami gyógyító és élő víz. Mi az, ami meggyógyít, megbékélést és megelégedést ad. És most hadd térjek rá a lelki sebekre és az egészségtelen család dinamikára, ami a rommá lett életünk mögött áll, a függőségek, a szenvedélyek mögött áll. Tegnap említettem, hogy ha a lelki sebek nincsenek orvosolva, nincsenek feldolgozva, az egyén bármennyire is küzd hitben, bármennyit is imádkozik, kéri az Isten bocsánatát, szabadulását, nem tudja átélni az igazi szabadulást, az igazi gyógyulást, amíg ezek a lelki sebek nem gyógyulnak be. Hadd mondjam el, hogy én is éltem át imádság hit által részleges szabadulást, de ledöbbentem, hogy miért esek vissza a bűnbe egy fél év, vagy akár egy év tisztaság után, szabadság után. És a szakkönyvet olvasva, és a feleségemmel beszélgetve jöttünk rá arra, ismertük fel azt, hogy az elsődleges lépés a gyógyulás, az igazi szabadulás fele, az a lelki sebeknek az orvoslása. Tehát elengedhetetlen a belső változáshoz, a gyógyuláshoz, hogy ezeket a sebeket beazonosítsuk, felismerjük, ezeket elmondjuk, ezeket a rossz emlékeket felidézzük, elsírjuk, engedjük, hogy fájjon, és minden érzés, ami ezek kapcsán kijön belőlük, engedjük, hogy ezt átéljük. Akár a dühöt, akár a haragot, a csalódást, a fájdalmat. De elengedhetetlen a belső változáshoz, a gyógyuláshoz, hogy Krisztusra bízzuk magunkat. A Krisztussal való bensőséges
kapcsolat. Fontos Krisztusnak a támogató segítsége, irántunk való bizalmának megtapasztalása, az ő kísérése, vezetése, és az az erő, az az isteni erő, amit ő ad nekünk, hogy hitben harcolni tudjunk egészen a győzelemig. Hogy ezen az úton haladva kitartsunk egészen a gyógyulásig. Isten jóságos és irgalmas. Bízzuk rá magunkat teljesen. Említettem tegnap, hogy nagyon sok félelem kerítheti fogságba az embert. Viszont ezeket a félelmeket is Jézus Krisztus hatalma le tudja győzni az életünkben. Ha elfogadjuk, hogy a szexfüggőség nem csak bűn, hanem betegség, és mondtam, hogy a különbség a kettő között az, hogy a bűn az azt mondjuk, hogy egy erkölcstelen cselekedet, Isten törvényének az áthágása, a hetedik parancsolat elleni vétek, de akkor betegség a bűn, amikor ez újra és újra visszatér az életemben, amikor rendszeres a bűnnek az elkövetése, annak ellenére, hogy megvallom, bocsánatot kérek, de mégis újra és újra abban találom magam. Akkor ez egy betegség, és ilyenkor el kell fogadnunk, hogy emögött az ördög munkálkodik, és emögött ördögi hatalom van, egy ördögi megkötözött erő, a gonosz megtestesítője van mögötte. És az ördög arról akar meggyőzni, hogy mi gonoszak vagyunk Isten előtt, és menthetetlenek. Hogy nem szabadulhatunk, és hogy nincs gyógyulás. Hazudik nekünk, mint a hazugság atya. Az ördög nem a reményt, hanem ellenkezőleg a reménytelenséget táplálja bennünk. Amikor megkíséreljük gyógyítani ezt a betegséget, igazából spirituális harcot folytatunk. Háborúban vagyunk, ahogy Izrael is háborút folytat az őt körülvevő ellenségeivel. Tévhit az, amikor sokáig abban ringatjuk magunkat, abban a hitben, hogy mi igenis meg tudjuk tartani a kontrollt az életünkben. Képesek vagyunk nemet mondani a bűnnek. Képesek vagyunk lemondani róla. Megpróbáljuk ezt, de nem sikerül. Mindaddig, amíg annak az illúziójában élünk, hogy saját erőnkből is tudunk szabadulni, nemet mondani, tudjuk magunkat fegyelmezni, mindaddig képtelenek vagyunk rábízni magunkat Isten gondviselésére. Éppen ezért engedi Isten, hogy mélyre süllyedjen az ember a bűnben. Mert amikor teljesen összetöri magát, és mondjam így, mindent elveszít, akkor tudja megadni magát Istennek. Mint a tékozló fiú is, aki már mindent elveszít, akkor gondolkodik el, akkor száll magába, és eldönti, hogy hazamegy az atyai házhoz, ahol igazából mindene megvan, amire szüksége van. A függőség menekülés nyújt. Egy menekülési folyamat a rossz, a negatív érzések elől. A szexfüggő embernek egy folyamatos szégyenérzete van, ami fájdalmat okoz, de megvannak a mindennapoknak is a negatív érzései, a kudarc, a félelem, a dű, a sikertelenség, a magány, a szeretetéhiség, az unalomnak nyomasztó érzése, és
Ez a menekülés a negatív érzések elől egy hamis megoldást biztosít a függőnek, amikor az édeskés, a pozitív hangulatba, érzésekben történő szexualitásban keresi nem egészséges módon az ember, úgymond a feloldást, a felszabadulást, a vigaszt. Szeretném megfogalmazni azt is, hogy ki a magányos ember. Mert nem csak az a magányos ember, aki elzárkózik fizikailag is a közösségektől, az emberektől. Nagyon sok ember él magányosságban, mondjam így társas magányban. Ki a magányos ember? Az az ember magányos, aki képtelen beszélni családjában, gyülekezetében, munkaközösségében, barátai között negatív érzéseiről, lelki problémáiról, arról, hogy ki is ő valójában, mi az, amivel küzd, mi az, ami neki fáj, mi az, ami neki nem sikerül. Tehát az az ember, aki ott forog, és ott van az emberek között, de a lelke zárva van, mondjam így, egy sötét redőny van lehúzva a szíve ablakán, hogy oda senki be ne lásson, hogy oda senki be ne halljon, az az ember igazából elszigetelődik a lelkében, a körülötte élőktől. És ez egy magány. Drága testvérek, fel kell emelni a redőnyt. Szükséges kitárulkozni, és az érzéseinkről beszélni. Mert amíg ezek ki nem jönnek, amíg ezeket meg nem tudjuk osztani, addig a gyógyulás sem tud, a gyógyulás folyamata elindulni. Nagyon sok társas magányban élő ember van. Ilyen voltam én is a házasságomban, később erre még egy kicsit kitérek. Szeretnék arról is egy kicsit beszélni, hogy milyen az egészségtelen család dinamika, ahol a sebeket kapjuk. Két gyakori esetet hadd említsek. Az egyik egészségtelen családi dinamika az, amikor nem beszélünk az érzésekről. Beszélünk sokat másokról, az időjárásról, a politikáról, az egyházról, a szomszédról, a másik barátjáról, barátnőjéről, de mélyen hallgatunk a saját érzelmeinkről, kényes problémákról, kínos helyzetekről. Nem beszélünk arról, amiről igazából szükséges volna, hogy beszéljünk. Nem beszélünk önmagunkról, a belső életünkről. A felnőtteknek megvannak a módszereik is, hogy a családtagjaikat hogy némítsák el, ha netalán érzelmileg megnyilvánulnak. Biztos hallottuk, nem szabad sírni. A nagyfiúk nem sírnak. Vagy akár lekicsinlik a felnőttek a családban a gyermeküket, leszólják. Hát a testvérednek soha nem volt ilyen problémája. Te miért csinálsz ebből problémát? Van, mikor még jutalmat is ígérnek. Szülők gyermeküknek csak némuljon el. Ne lássák szenvedni és sírni. Tudom, hogy meghalt a kiskutyád, de ne aggódj, veszek neked másikat, és minden rendben lesz. És ezáltal a szülő a gyermekébe visszafojtja az érzelmeket. Nem engedi gyászolni, nem engedi szomorkodni. Iskolában is tanítok, és ez egy évvel ezelőtt történt meg.
Az első osztályban egy első osztályos kislány ott vallás órán gyurmából kiformálta a halott nagymamáját, a már meghalt nagymamáját, amint fekszik a kinyitott koporsójában. De annyira élethű volt ez a színes gyurmából kiformált nagymama, meg a koporsó, amiben feküdt, hogy ha én szépen tudnék rajzolni, azt hiszem, hogy a valóságos arcát meg tudtam volna rajzolni. De jelzem, ez a kislány nem volt ott a nagymamájának a temetésén. Nézte azt a gyurmából kiformált nagymamát, nézte, nagyon sokáig mozdulatlanul nézte, és aztán egyszer csak kitört, és elkezdett zokogni. És mindez a jelenség azért történt meg, mert a szülők nem vitték el a gyermeket a nagymamájának a temetésére. Mert azt mondták, hogy neked nincs mit ott keresni. Ne terheljük ezzel a gyermeket. Ő még kicsi, ő még úgysem érti. És eszembe jut az is, hogy én, amikor kicsi voltam, és dédnagymamám meghalt, most nem emlékszem, hogy hány éves lehettem, de olyan 5 vagy 6 éves lehettem, nekem szörnyen rosszul esett az, hogy a szüleim hülyének néznek. Most már elnézést a kifejezésért, de végig ott sürögtek, forogtak a házban, mindenki fel volt öltözve feketében, főzték a töltött káposztát, készültek a torra, de egy szóval nem mondták, hogy dédnagymama meghalt, és készülünk a temetésére. Nem is vittek el a temetésére engem sem. Még rá is kérdeztem, hogy mi történt, édesanyja. Meghalt nagymama, és nem jött válasz. A válasz valami olyan volt, hogy hagyjál most, fiam, dolgom van. Tehát döbbenetes, hogy mennyire nem tudjuk felvállalni egymás előtt, a családban, gyermekeink előtt azt, hogyha van valami kínos helyzet, probléma, haláleset. Pedig a gyerek mindent lát, mindent érez, és mindent felfog. De épp az van rossz hatással rá, amikor őt egyszerűen semmibe veszik, és nem vonják be az eseményekbe. Én magam is rájöttem a házasságban, hogy az érzéseimről mélyen hallgatok. Én egy magányos férj vagyok. Ugyanis én sok évig egyszerűen nem mertem beszélni a büszkeségem miatt a feleségem előtt arról, hogy én mondjuk félek egy presbiter választástól, arról, hogy nekem is vannak kudarcaim, hogy a szolgálatban nem mindig látom a gyümölcsöket, és engem ez terhel, ez aggaszt, hogy én is időnként elfáradok, kimerült vagyok, mindig úgymond azt mutattam a feleségem felé, hogy én bírom, én tudom, én megcsinálom, én erős vagyok, én mindenben jó vagyok, és közben ez nem így volt. Tehát az érzéseimről egyszerűen nem mertem beszélni, mondom büszkeségből, hogy nehogy már lássa a feleségem, hogy van nekem egy olyan énem is, ami szokott félni, aminek sok minden szokott fájni, ami meg tud sértődni, akinek sok minden rosszul esik, aki tud haragudni, és a többi, és a többi. Társas magányban élnek nagyon sokan, akik nem merik felvállalni negatív érzéseiket, akik egyszerűen nem mernek erről beszélni. És amint ezt felismertem a szakkönyv segítségével, és átbeszéltük a feleségemmel, Edith, a feleségem odafigyelt rám, és mindig kérdezett,
mindig, amikor hazamentem az iskolából, vagy egy családlátogatásról, vagy tudom is én a feladatok elvégzéséből, mindig érdeklődött, megkérdezte, hogy vagyok, és akkor én tudtam, hogy fontos, hogy meséljek, hogy arról, hogy mit, hogyan éltem meg, és azok a célt tévesztett menekülési utak, amelyekben korábban szenvedtem, említettem, hogyha szomorú voltam, akkor a pornográfiába menekültem, ha éppen örömöm volt, akkor azzal jutalmaztam magam, ha valamire kellett várni és szorongtam, mert türelmetlen voltam, akkor szintén a pornográfiába menekültem. Tehát ezek a menekülési hamis utak, ezek azonnal megszűntek, tehát nagyon-nagyon hamar, ahogy egyszerűen fel tudtam szabadulni a feleségem előtt, és tudtam beszélni az érzéseimről. Na most hadd térjek ki még valamire, tudom, hogy telik rohamosan az idő. Inkább egyet ugrok, mert nagyon eltelt az idő, és most áttérnék a védelmi falakra. A védelmi falak építőköveire. Tehát az egyik fontos építőkő, hogy a gyógyulásunk folyamatos legyen, előre haladjon, és a szabadságban meg tudjunk maradni. Az, hogyha egy baráttal, egy házastársal törekszünk egy igazi, őszinte lelki kapcsolatra. A lelki kapcsolat attól lelki kapcsolat, hogy két szív egymás előtt fel tud tárulkozni, meg tud nyílni, és tud a belső dolgairól, az érzéseiről beszélni. Tehát itt kezdődik egy lelki kapcsolat. Testi kapcsolat is ott kezdődik, amikor egymásnak a testét megmerjük mutatni, felmerjük tárni, de sokkal fontosabb a lelki kapcsolat, az ettől lelki kapcsolat, hogy az érzéseinkről, abban, amiben vagyunk, arról tudjunk beszélni. A második fontos építőkő, tehát az első, hogy legyen egy barát, legyen egy olyan házastárs, aki lelki társ is. A másik, az Isten fenyítései nagyon sokat segítenek, hogy a fegyelmet, amit lehet, hogy időnként az önfegyelmezést elveszítünk, azt ismét tudjuk gyakorolni. Tehát, hogyha mi nem tudjuk magunkat fegyelmezni, és nem tudunk megmaradni az egyenes úton, akkor Isten azzal segít, hogy a fenyítések által külső fegyelmet gyakorol irántunk. Az Isten fenyítései tisztítóak, formálják, lágyítják a szívet, és alkalmassá teszik az engedelmességre, hogy Istennek megtanuljunk engedelmeskedni. Megtanítanak arra is, hogy bizalmunk benne maradjon, és nem magunkban, vagy nem másba vessük a bizalmunkat. Lehet ez a fenyítés, mondom, egy betegség, egy anyagi kár, egy szerencsétlenség, mindezek által az Isten nevel az engedelmességre, és megtanít az önfegyelemre, és tisztít, és formálja a szívünket. Harmadik építőkő, a támogató csoport. Nehémiás az elején egyedül akar lemenni Jeruzsálembe. Ez egy nagy hiba volt a részéről. Egyedül fel tudta volna építeni azt a várost, dehogy is. De a király bölcsebb volt nála. Adott mellé embereket, és adott mellé lovasokat, akik elkísérték az úton, és akik segítettek neki. Az épülés tehát közös erővel történik. A gyógyulás is
Fontos, hogy ott legyek egy olyan csoportban, ahol mindent tudnak rólam, ahol felvállalhatom magam, ahol elmondhatom azt, hogyha én elbuktam, de ahol elmondhatom az örömömet is. Hát fontos, hogy ott legyek, lássanak, halljanak, számon kérhető legyek. Tehát fontos egy olyan támogató csoport, amelyben Krisztusnak az elfogadó, befogadó, irgalmas szeretete árad ki az emberek szeretetén keresztül. Negyedik építőkő, mindig csak egy napra nézzünk előre. Egyszerre csak egy lépést tegyünk meg. Amikor romba van az életünk, mindent nem lehet egyszerre megjavítani és újjáépíteni. Időre, türelemre van szükség, miközben építkezünk. És egyszerre mindig csak egy dologgal foglalkozzunk. Nehémiás is először a várfalnak fogott neki. Utána a többit. Minden szere kis lépésekben épül újjá az élet, a házasság, a karrier, a kapcsolat Istennel, a házastársammal, a gyermekeimmel. Vannak kertészek a falunkban, Fekete Gyarmaton, és ilyen kis családi vállalkozások is. Van olyan kertész, akinek már van vagy 10 fóliája is, tehát ilyen óriási fóliák, amiben termelik a zöldséget, vagy a gyümölcsöt. De ezeket a fóliákat nem egyszerre vették meg, egyszerre mint a 10-et, hanem minden évben egyet, vagy minden 2 évben egyet. És így fokozatosan épült ki, és bővült a kertészete az embereknek. Tehát egyszerre egy nap elég egy lépést megtenni. De ha azt megtettük, már is előbbre haladtunk. Amikor nincs sóvárgás, késztetésünk, kísértésünk a bűn elkövetésére, használjuk ki az időt arra, hogy megerősödjünk. Vegyünk részt minél több lelki alkalmon. Vegyünk részt imaközösségen, ifin, bibliórán, vasárnapi istentiszteleten, menjünk el egy konferenciára, evangelizációra, vegyük körül magunkat olyan programokkal, olyan közösségekkel, eseményekkel, lelki testvérekkel, akikkel, ha ápoljuk a kapcsolatot, találkozunk, feltöltődünk, akikkel, ha együtt vagyunk, feltöltődünk. És nyilván alapvetően fontos, hogy Isten is ott van köztünk. Az ellenség látja, hogy mi történik, Nehémiásnál is egy idő után észleli Nehémiás, hogy a körülötte élő népek, pogány népek nem nézik jó szemmel, hogy Jeruzsálem városának a falai újjáépülnek. Az ördög se nézi jó szemmel, hogy te épülsz, hogy te gyógyulsz, és támadni fog. De ezekben a, mondjam így, békeidőkben, ezekben fontos, hogy mi felfegyverkezzünk, hogy mi lelkileg töltődjünk, erősödjünk. A hatodik építőkő, új elemeket is építsünk be a támadások kivédéséhez az életünkben. Nehémiás embereinél van, aki csak védekezik, van, aki csak építkezik, de van, ahol mindkettőt teszik. Egyik kezükben dárda, másik kezükben építőanyag. Ha csak a védekezésre összpontosítunk, hamar elfáradunk és elbátortalanodunk. Az életünkben építsük be az új viselkedési mintákat, új kapcsolatokat,
építsünk, ápoljunk új lelkiséget, új szemléletet, új életet építsünk fel Krisztussal. Legyek körülbástyázva olyan barátokkal, olyan közösséggel, ahol biztonságban érzem magam, ahol védelmet kapok, és ahol új erőt nyerek. Drága testvéreim, már annak a tudata is békét és reményt ad, hogy van egy terv, van egy kapaszkodó, van egy folyamat a gyógyulás felé. És most hadd intézzek hozzád három kérdést. Szeretnél-e meggyógyulni? Mire szomjazol? Hajlandó vagy-e meghalni önmagad számára? A választ ezekre a kérdésekre annak a Krisztusnak add meg, akinek most a színe előtt állsz. Annak a Krisztusnak add meg a választ, aki most téged irgalommal és szeretettel vesz körül. Annak a Krisztusnak, aki most hozzád beszél, aki a szövetség gyűrűjét nem vette vissza tőled, mert bízik benned. Annak a Krisztusnak válaszolj, aki értékesnek tart téged arra, hogy újjáépülj, hogy élj, és majd vele légy egy örök életen át a mennyei Jeruzsálem városában. Amen. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusunk, ha elbújnánk előled, te megkeresnél minket. Ha szégyelnénk magunkat és fügefa levelekkel takaróznánk, te az igazság ruháját adnád nekünk. Az üdvösség ruhájába öltöztetnél. És mindezt nem csak megtennéd, hanem meg is tetted valóságosan értünk. Megváltó, szabadító Jézusunk. Köszönjük, hogy a te hűséged örök, és a gyűrű, a szövetség gyűrűje nálunk maradhat. Mert akit a te kegyelmed igéd által megragadott, abban te nem végzel félmunkát. Köszönjük, hogy amikor hozzád imádkozunk, úgy hallgatsz meg, mint egy jó édesapa a fiát. Köszönjük, hogy szavunk lehet a te házadban, hogy te meghallgatsz, ránk figyelsz, mert hozzád tartozunk, mert gyűrűdet adtad nekünk. Bizalommal jövünk. Megérkeztünk. Rád bíztuk életünk romjait. Fogadj el minket. Világ megváltó hatalmad által tégy újjá mindent az életünkben. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
fogadjuk Isten áldását. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Thank you.